Egy éve már, hogy napról napra követjük, milyen jogi eszközökkel igyekszik kezelni a kormány a koronavírus járványt. Mindenki azt várja, hogy a korlátozásokat végre elkezdjék feloldani, de a fokozatos nyitásra esély sincs anélkül, hogy tömeggel kapnák meg a védőoltást. Ám hiába ez egyre többeknek elérhető a vakcina, a kormány ellentmondásos intézkedései sokakat bizonytalanítanak el, akik emiatt nem is akarják beoltatni magukat. A közbizalom rombolását ezért sürgősen be kell fejeznie a kormánynak, hogy minél kevesebb kétség maradjon az emberekben az oltás hasznosságát és biztonságosságát illetően. A propagandamédiában harsogott jövőbeli irreális oltottsági számok, vagy a gazdaság újraindításának ígérete ehhez sajnos nem elegendő. 11 évnyi kétharmados kormányzás eredményeként a jogszabályainkban ma bizonytalanabbak lehetünk, mint valaha gráni szilárdságonak hívott, de valójában nagyon is képlékeny szabályok határozzák meg a mindennapjainkat. Van, akinél a hatóságok nagyvonalúan félrenéznek, másnál belekötnek a legapróbb hibákba is. Az emberek kedvét pedig a legváltozatosabb eszközökkel próbálja elvenni a hatalom attól, hogy kérdezzenek. A cinikus jogszabály értelmezéses dibe szemreben és nélkül fér bele, hogy egy mondat ma ezt jelenti, holnap amaszt. Mostanra, aki csak teheti, próbálja az államtól függetlenül élni az életét. A koronavírus járvány viszont olyan helyzetet teremtett, amikor azok is kénytelenek az államra hagyatkozni, akik ezt mostanra már egyáltalán nem szeretnék. Hiszen a sikeres járványkezelés vagy a vakcinák beszerzése a kormányon múlik. Amikor a járványhelyzet leple alatt a kormány a saját érdekében módosítja a választási törvényt, meg amikor az adónkból milliárdokkal tömi ki a haverok vállalkozásait, akkor az államba vetett bizalmat is rombolja. Már pedig most van csak szükség igazán a felelősen viselkedő államra, az őszinte beszédre és a szakmai alapon meghozott átgondolt intézkedésekre, amelyekről elhihetjük, hogy a javunkat szolgálják. A miniszterelnök már novemberben azt mondta, hogy a vakcina a megoldás most már belátható távolságban van. Ebből akár azt is gondolhattuk volna, hogy a kormány mindent megtesz majd, hogy a polgárok beoltása a lehető legflottabbul menjen. Ehhez képest a szakmai sztenderdek feladásával, az engedélyező hatóság megkerülésével próbálnak összevásárolni mindenféle vakcinát, miközben azt sem látszik, hogy kik és milyen terv szerint oltják be a lakosságot. A kérdésekre nem válaszolnak, az adatokat eltitkolják, a kétkedőket pedig lehazugozzák. Így aztán nem csoda, hogy az embereknek alig van kedvük beoltatni magukat, hiszen nem szívesen adatnak be olyan vakcinát, amit az EU-ban még nem engedélyeztek. Közben abban sem lehetnek biztosak, hogy tényleg kell -e regisztrálni az oltáshoz, emellett pedig látni akarják az oltási tervet, tudni akarják, hogy mikor kerülnek sorra, ki fogja őket beoltani, és hogyan kapnak erről értesítést. Nem elég tehát a miniszterelnök által portyázóknak nevezett küldöncökkel összevásárolni az EU-ban még engedélyezetlen vakcinákat, lenne itt egy sokkal fontosabb feladat is. A kormánynak el kellene látnia a polgárokat információkkal, hogy minél többen meggyőződjenek arról, hogy az oltás megbízható vakcinával átlátható rendben történik. Csak hogy úgy tűnik, a kormány éppen hogy növelni akarja a bizonytalanságot, tudatosan és szándékosan. Egy veszélyes pillanatban vagyunk, mert egyszerre van már vakcina, tehát oltunk. Másről megkezdődött a konzultáció az újraindításról. Meg már mindenki szabadulna is, és közben beesett a harmadik hullám. Hónapok óta súlyos korlátozások közt élünk. Teljes ágazatok kerültek a cső szélére, az emberek türelme fogyóban, a kormány pedig most konzultációba kezd, mintha ebből bármi kiderülhetne. Ha a védekezésben a következetesség helyett a kurucoskodás, a portyázgatás és a hatóságok megkerülése játszik főszerepet, ha az emberek értelmetlennek érzik a korlátozásokat, ha nem tartják kielégítőnek a magyarázatokat, akkor óhatatlanul az jön, hogy a polgárok elkezdenek válogatni, hogy melyik szabályt tartják be, és melyiket nem. A kormányra pedig még abban sem fognak hallgatni, amiben pedig most a legfontosabb lenne, a vakcinák kérdésében. Így pedig lehetetlen elérni a nyáj immunitást. Mindeközben egyre sürgetőbb lenne tisztázni, hogy a korlátozásoknak legalább egy része alól mentesülhessenek-e azok, akik már védettek a vírus ellen. A kedvezményeket a vakcina útlevélle lehetne igénybe venni, persze csak akkor, ha végre eldönteni a kormány, hogy bevezeti-e. Ez azonban hónapok óta csúszik, Nyilván nem véletlenül, hiszen tudják, hogy könnyen darásfészekbe nyúlhatnak. A vélettség tényéről mindenki egy plastikkártyát fog kapni. Ennél alig mondtak eddig többet, így csak reménykedhetünk abban, hogy nem egyik napról a másikra fogják bejelenteni és életbe léptetni a vakcinaútlevéllel kapcsolatos szabályokat is, ahogy azt oly sok szabály esetében láttuk az elmúlt évben. Azért is kellene nagyon körültekintőnek lenni a kormánynak, mert a beoltottak és a fertőzésen átesettek pozitív megkülönböztetése Komoly feszültségek és indulatok forrása lehet. Nem szabad ugyanis olyan helyzetet teremteni, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz ne férhessen hozzá mindenki, és nem szenvedhetnek hátrányos megkülönböztetést azok, akik nem kapják meg az oltást. Jó szabályozást alkotni nem könnyű, de azért nem is lehetetlen. Mi épp ezért hívtuk fel részletesen kidolgozott jogi állásfoglalásban a figyelmet arra, hogy milyen feltételeknek kell mindenképpen teljesülniük. Alapvető, hogy az emberek megismerhessék. Kik részesülnek ezekben a kedvezményekben legelőbb, és miért pont ők? Ehhez ismerni kellene az oltási tervet is, amit a kormány következetesen titokban tart. A vakcina ügye kétségtelenítette, hogy ez a járvány nem kezelhető úgy, hogy az állam feszültséget szít és rombolja a saját magába vetett bizalmat. A kormánynak felnőttként és partnerként kellene tekinteni a polgárokra, hogy minél kisebb vesztességgel lábalhassunk ki ebből a helyzetből. Ehelyett azt látjuk, hogy igazi erőforrás csak a háborús retorikába, a hatalma megszilárdításába és a bizonytalanság fenntartásába fektet a kormány. Mi abban hiszünk, hogy a tájékoztatás bizalmat szül, és ez a bizalom segít abban, hogy magunk mögött tudjuk végre a szabadságjogainkat korlátozó intézkedéseket. Támogass minket, hogy továbbra is segíthessünk a hozzánk fordulóknak eligazodni a folyamatosan változó jogszabályok között.